A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt kitalálhat. Példabeszédek könyve 20. fejezetének 6. versével szeretnék jó reggelt kívánni nektek. Az utóbbi időben ismét kezdtem felfedezni példabeszédek könyve egysoros igei meghatározásait, tanácsait, bölcsességét, és megakadt a szemem ezen az igén, és egyből gondolatok képződtek bennem, és gondoltam, hogy át is adnám nektek. Nagyon érdekes az, hogy így kezdődik az ige, hogy a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. Igen, itt is szintek vannak. Annyira már megette az életünket, sokszor a bűn, a lelkünket, testünket sanyargatja ennek a világnak az állapota, benne az embernek is a helyzete, hogy már azt is nagyon, de nagyon meg kell becsülnünk, hogyha valaki úgy alkalomattán jó hozzánk. A legtöbb ember ilyet azért talál magának, azt mondja Salamon itt példabeszédek könyvében, de utána tovább lép meg még egyet, és azt mondja egy magasabb lépcsőfokon, de hű embert, igaz barátot, az kicsoda találhat. Ugye szokták azt mondani, hogy inkább legyen egy vagy két nagyon jó barátom, mint 30-40 haverom, hiszen a haverok úgymond addig vannak csak, amíg az életnek a napos oldalán járunk, amikor még közösen lehet esetleg szórakozni önfeledten, nyaralni, pénzt költeni, kellemetes időket megélni, de amikor árnyékok borulnak az életünkre, akkor sajnos ezek az úgymond haverok elég sokszor felszoktak szívódni, és köddé és párává válnak az életünkben. Viszont aki hű barát, aki igaz barát, az akkor is ott van mellettünk. De hogyan lelhetünk mi igaz barátra, hű emberekre? Egyszer egy nagyon jó barátom mondta nekem azt, hogy tudod, Gyuri, a magányosság elkerülésének az egyik legjobb módja az, hogyha az ember felkél és valami átmegy rajta, hogyha valamiben részt vesz, hogyha valamit felvállal, hogyha valami fontos neki. És akkor ismét emberekkel lesz kapcsolatban, és az emberi kapcsolatokból születnek a barátságok. Emberi érzésekből, emberi megsegítésekből, emberi együttműködésekből lesznek majd a barátságok. De nagyon fontos, hogy a magyarban ezt a nagyon jól elhatárolt két fogalmat megértsük, hogy mi a magányosság és mi az egyedüllét. A magányosság az nem jó dolog. A magányosság az széteszi az embernek a lelkét és a testét. Nem jó dolog, de a választott egyedüllét, vagy az Isten által átmenetileg megengedett egyedüllét az életünkben, az bizony nagyon sokszor fontos. És erre a választott egyedüllétre bizony akár házasságban élő embereknek is szüksége van, hiszen amikor úgymond kivonom magamat a forgalomból, egy kicsit elcsendesedek, akkor tudom a kapcsolatomat rendezni saját magammal is, és ami még fontosabb, rendezni a kapcsolatomat az Istennel. Hiszen hogyha megszakítom a kapcsolatomat az Istennel, és magammal sem vagyok rendben, akkor nem fogok tudni adni a semmiből másoknak valamit. Hiszen hogyha magam is semmi vagyok, akkor nincs mit adnom. Ezért ne meneküljünk el sokszor az egyedüllét lehetőségétől. Ne akarjuk ezt mindig feladni. Ott van például Mózes, vagy ott van például Pál apostol. Mind a kettőt Isten úgymond átmenetileg kivonta a forgalomból, hogy adhasson nekik valamit. Mózesnek a pusztában, Pál apostolnak Arábia sivatagába. Így készítve fel őket a szolgálatra. Az egyedüllét, a választott egyedüllét az erre bizony jó. Magányosak ne akarjunk lenni szívünkben sem, mert magányos lehet az ember még egy hatalmas tömegben is. Viszont, hogyha Istennel vagyunk egyedül, akkor nem érezzük az egyedüllétnek az ízét. Clint Eastwoodnak, a színésznek volt egy mondása, igaz, hogy egy szerelem terén, de az igaz barátság és az igaz szerelem ugyanúgy ritkán adatik meg az embernek. Azt mondta az egyik filmjében, itt a mondat a lényeg csak, hogy ez a fajta bizonyosság csak egyszer adatik az életben. Igen, az igaz barátság az olyan, mint az igaz szerelem.
ritkán adatik meg az embernek, de az biztos, hogy észrevesszük. Ez a fajta bizonyosság csak egyszer adatik az életben. És amikor én fiatalabb voltam, végigjártam nagyon sok gyülekezetet, keresvén az én Isten keresésemnek a megfelelő helyszínét, ahol átélhetem a tanulásnak és az Istennel való fejlődésnek a lépcsőfokait. És eljutottam egy felekezetbe így vizsgálódásaim napjaiban, és nem is a felekezet a lényeg, hanem inkább az, amit ott tapasztaltam, rendkívül úgymond lazán viselkedtek a gyülekezetben a tagok. Hétköznapi ruhában jelentek meg, az úrvacsorát például ülve fogyasztották, a földön ülve, egy ilyen kicsit ilyen szabadidős tevékenységként, vizet felszolgálva must helyett vagy bor helyett, és a többi. És az egyik ilyen tag, így ahogy elkezdtem vele beszélgetni, azt mondta, hogy tudod Gyuri, az Isten tulajdonképpen olyan, mint egy haver, mint egy jó haver. Oda mehetek hozzá, átkarolhatom a vállát, esetleg beszélhetek vele úgy, mint egy haverral, és én akkor annyit tudtam csak neki mondani, bár igei ismeretem rendkívül alacsony szinten állt, hogy ne arra úgy, kedves hitbeli barátom, én úgy gondolom, hogy Isten azért nem haver. Az Isten lehet a mi barátunk, de azért az Isten azt is mondja magáról a Szentírásban, hogy nagy király vagyok én, úr vagyok én. Az Isten nekünk nem a haverunk, nem is az akar lenni, hanem Isten, ami barátunk akar lenni. Jézus Krisztus is azt mondta egy helyen, hogy amikor már az ő életének, a földi életének a vége elközelgett, hogy eljött az óra, hogy minnyájan kiki elhagyjon engem, de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Igen, kedves érdeklődők, az Isten jobb annál, mint a salamoni példamondatnak az első része, hogy nem csak jó akar mi hozzánk lenni, hanem hű barátunk, igaz barátunk akar lenni, és ez csak rajtunk múlik, hogy ez a baráti kapcsolat megvalósul-e. Jegyezzük meg azt, hogy lehetünk mi az életben esetleg átmenetileg magányosak, de egy barátunk mindig van, egy barátunk minden körülmények között van, egy barátunk mindig van, nem csak az életnek a napos oldalán járva, hanem az árnyékos oldalán is járva, aki ugyanúgy, mint Jézus Krisztussal, amikor elhagyták még a tanítványai is, vele volt, velünk lehet. És erre a barátunkra mi mindig számíthatunk. És tiszteljük meg az Istent, mert az Isten nem haver, hanem az Isten a mi barátunk. Az Istenre mindig számíthatunk. És úgy akar minket nevelni, hogy mi is napról napra, fokról fokra jobb emberből még jobb emberré váljunk, hű emberből még hűségesebb emberekké váljunk, hogy ő is számíthasson ránk, mint igaz barátjára, amikor itt a földön úgymond helyzet van, és menteni kell más embereket, meg kell vigasztalni más embereket, akkor mi legyünk az Istennek is hű barátai, akire számíthat, aki ha szólít, azt mondhassuk az ifjú Sámuellel, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád, mert barátok vagyunk, mert barátra leltem benned, Istenem. Hát ezen gondolkozzunk, ha van rá lehetőségünk a mai napon, és ennek jegyében kívánok nektek áldott és szép napot. Jegyezzük meg utoljára még egyszer, Példabeszédek könyve 20. fejezet 6. versét. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt kicsoda találhat. Hát szívem mélyéből kívánom, hogy találjunk, de egy biztosan van, az Úr.